Kun Irén, drága kakaskám. Felolvassa Ambrus Attila József. Kukurikú! Tört fel alig hallhatóan a kis kakasból a megszeppent csodálkozás, amint szorosan simult egy elárusító asztal lábához. Nyávogott nagyot mellette egy cica. Mi történt? Be vagy rekedve, hogy ilyen gyengécskére sikerült a büszkeségedet kiengedni? Dehogy vagyok, válaszolt a kiskakas ilyet sértődöttséggel. Te ki vagy? Nézett vissza kérdőn a jókora cicára. Én csak egy elkóborolt macska vagyok. Ne félj tőlem, nem akarlak bántani. Én nem akarlak, de azért ne bízd meg mindenkiben. Hát kicsit meglepődtem tőled, ahogy hirtelen megszólaltál a hátam mögött. Mondom, cseppet se félj, de mit keresel te itt az asztal alatt? Nem a tetején kéne ülnöd? Vagy téged nem eladni hozott a gazdád? Eladni? Csodálkozott nagyot a kakaska. Igen, eladni, hiszen vásárban vagyunk. Nem, én egyedül jöttem el otthonról. Vagyis megszöktél, nincs azon mit szépíteni, ami tény, az tény. Én is elkóboroltam, már napok óta hol itt húzom meg magam, hol ott. Nagyon hiányzik a párnácskám, a gazdasszonyom simogatása, meg az a jó kis finom máj, nyújtotta hosszan a cica, amit minden nap legalább egyszer a tányérkámba tesz. Ó, az a finom májacska! Sóhajtozott. Akkor miért nem vagy otthon és várod a tányérodra azt a finom májacskát? Mit keresel itt? Csak elindultam, csak úgy, mert sokáig egyedül hagyott az asszonyom. Gondoltam, elé megyek, de valahogy eltévedtem. Azóta nem találok haza, és hiába próbálok valakihez társulni, mindenki elsiccent, mintha olyan szörnyűséges volnék. És te? A te gazdád hol van? Az enyém otthon. Én is egyedül keltem útra. Reggelente egyre később jött kinyitni az oll ajtaját. Elegem lett a pontatlanságából. Összezárva egy rakás káráló tyúkkal, el tudod te azt képzelni? No és az a néhány hangját fitoktató kakaska? Nevetnem kell, ha rájuk gondolok. Hangoskodnak, pedig a gazdánk 100-szor megmondta, hogy az én hangom a leges, legércesebb, és az én tarajom a leges, legszebb. Mutogatott is mindenkinek, aki csak arra járt. Akkor miért sértődtél meg rá? Miért? A nap minden nap korábban kell fel, a gazdám meg nem akar hozzá alkalmazkodni. Sőt, este, mivel tovább van világos, gondolja, ő is később fekhet le. Nem is jut eszébe, hogy neki reggel pirkadatkor fel kéne kelni. Ki kéne bennünket baromfiakat engedni az udvarra, mert a mi szemünk nyílik a napocska első sugarára. Mennénk kapirgálni, de még be vagyunk zárva. Kukorékolhatok én neki 7 határra szóló ébresztőt. A szomszédolban a barikák bégetnek panaszosan, hogy be, süt már a nap. Ő csak lustán a másik oldalára fordul. Mára aztán betelt nálam a pohár. A reggeli kukoricánk felcsipegetése után ki is repültem mérgemben a kerítésen. Aztán csak jöttem, amíg ide nem értem. Mennyi ember, ámulok! Sosem láttam még belőlük egyszerre ilyen sokat. Azt hittem, csak mi jószágok vagyunk olyan zsúfoltan az ollban. Ez itt egy vásár, azért vannak ilyen sokan. Vásár? Forgatta körbe csodálkozva tűzpiros taréjjal díszített fejét a kakaska. Az emberek itt adnak, vesznek mindent. Ez a vásár. Kipakolják az asztalokra a portékájukat, mások meg jönnek-mennek az asztalok között, és nézegetnek, vásárolnak is, ha kedvükre valót találnak. Igen, nézegetem őket egy ideje, meg hallgatom, mert van, aki előtt üres az asztal. Ott ül az a fiatal férfi, látod? Előtte nincs semmi. Mégis egy csomó ember veszi körül. Beszél és beszél, a többiek meg nevetnek rajta. Nem is akar eladni semmit, és nem is mond semmi érdekeset. Lehet, hogy neked nem érdekes, de akik meghallgatják, azoknak tetszik. Jó kedvük lesz tőle, felvidulva mennek tovább nézelődni, vásárolni. Be nem áll a szája, feltartja ez az ember a vevőket. Hallották az egyik zöldségárus morgolódását. Ugyan hagyja már, nem tartasz fel senkit, mosolygott mellette egy termetes asszony, aki szintén zöldséget árult. Mi csak jól járunk vele, ide jönnek őt hallgatni az emberek, és aztán a mi portékánkból választanak először. Örüljön neki szomszéd, ne a homlokát ráncolja. A morgolódó férfi be is somfordált sértődötten az asztal mögé, a nő pedig tovább nevetett a fiatalember beszédén. Egyet gondolva felkapott két almát a tálcájáról, és odatette a fiatalember mellé. Itt ez az alma, ha megszomjazna beszéd közben, mondta neki kedvesen. De aprókat harapjon ám ebből az ízletes gyümölcsből, mert teleszájjal nem tud majd megszólalni. Nevetett rá nagyot. Akkor az a fiatal férfi mit ad el az embereknek, ha nincs előtte áru, és mégis kap gyümölcsöt? Ő nagyon sokat ad az embereknek áru nélkül is. Sokat? Csodálkozott nagyot a kiskakas. A jó kedvet adja az embereknek, megnevetteti őket. Az bizony nagyon sokat ér. Amott egy öreg ember ül, előtte sincs áru, mégis sokan mennek oda hozzá. Ő nem beszél olyan sokat, mint az a fiatalember, sőt, végighallgatja türelmesen azokat, akik mellé ülnek néhány percre, aztán mond nekik egy-két szót. Akkor tedd azt, akkor indulj el, akkor keresd meg újra, meg ehhez hasonlókat, és az emberek nagy megelégedettséggel távoznak tőle, és neki is tesznek valamit a mellette lévő kendőre. Igen, lehet, hogy szűkszavú, de azzal a pár szóval nagyon sokat ad ő is a hozzáfordulónak. Sokat ad? De mit? Nem nevettet, nem mond szinte semmit, akkor hogy lehet az sok? Ő a figyelmét adja azoknak, akik tanácsot kérnek tőle. Míg elmondják gondjukat, bajukat, már maguktól is rátalálnak a helyes útra. Az öreg ember egy-két bölcs szava csak megerősíti őket ebben, és ez nagyon sok. Nézd csak! Csillant fel hirtelen a cica szeme. Ott ül az a puha szoknyás öregasszony a padon. Egyedül van és szomorú. Oda megyek hozzá, hát ha ő nem zavar el. Máj! No ég veled, csábít az a meleg szoknya. Vigyázz magadra, kakas barátom, és mondom, ne bízz meg mindenkiben. Főleg a kutyákra gondoltam, bennük egyáltalán ne bízz meg. Azzal a cica egy szökkenéssel már ott is termett az öregasszony lecsüngő szoknyája mellett. A kakaska sóhajtozva nézett új barátja után. – De jó neki, talán igazi társra talál! – mélázott magában. – Cica, cica! – hallotta az öregasszony fáradt hangját. – Mit akarsz te tőlem? Menj, menj! Ne kötődj senkihez, mert úgyis egyedül maradsz, akárcsak én! Próbálta hessegetni a cicát szomorúan. Mondom, én már öreg vagyok, nem sokára meghalok, és újra egyedül leszel. Ne akarj hozzám tartozni erre a kis időre. Máj! Dörgölődött elnyújtott testével a cica az öregasszony szoknyájához. A néni arcán megenyhültek a ráncok. Éhes vagy? Na jól van, megosztom veled a májas szendvicsemet. Csomagolta ki uzsonnáját a néni. Épp hogy megették az utolsó morzsát is, hatalmasat dörrent az ég. Az árusok kapkodva szedték össze a portékájukat. A gyülekező viharfelhők mára véget vetettek a vásárnak. Gyeretek is ágról szakadt, mert elázik a bundád! Sajnálta meg az öregasszony a lábához szorosan simuló cicát. Majd csak gondoskodik rólad a teremtő, ha engem magához vesz, addig el leszünk együtt. Nézett vissza boldogan a cica a kakaskára. A septében összepakolt asztallábak között alig látta meg. Máj, máj! Búcsúzott tőle bánatosan összekuporodva a kiskakas. De jó neked, te már otthonra találtál, és én hogy találok haza? Velem mi lesz? Kukurikú, édes gazdám! Hallatta hirtelen, erőtlenül, örömmel vegyült csodálkozással a hangját, amint egy közeledő férfiban felismerte a gazdáját. Kakaskám! Azt a gyémántfélkrajc árját! Kiáltott hatalmasat a nagybajuszú kalapos ember, amint észrevette elveszettnek hitt jószágát. Drága kakaskám, már azt hittem, sosem talállak meg! Kukurikú! Engedte a kakaska merészen szabadjára az örömét. Én is azt hittem, hogy idegen helyen, idegen emberek között maradok végleg egyedül. Drága gazdám, csak hogy rám találtál! Dehogy maradtál volna idegen emberek között egyedül. A világ végére is elmentem volna, hogy megtaláljalak. Néma volt minden a te hét határra szóló hangod nélkül. A szememet nem vidította a te lángpiros taréjodnak a látványa. Hogy ne kerestelek volna égen földön, hiszen tudod, szélese világon nincs párod. Te vagy a legeslegszebb kiskakas. Igazgatta sűrűn, határtalan boldogságában a kalapját. Aztán szorosan a hóna alá kapta kedves állatkáját, mit sem törődve a sűrűn hulló esővel, nagy lépteit hazafelé irányított.